Akár 2 évig tartó szabadságvesztésre is büntethetik azt, aki hazaviszi a lomtalanításra kitett tárgyakat. A hulladéktörvény szerint ugyanis, amint az utcára tesszük a felesleges tárgyakat, azok azonnal a fővárosi közterület fenntartó ZRT tulajdonába kerülnek. Ha valaki magával viszi őket, az tehát tulajdonképpen lop. Ha valakit a közterület felügyelők rajta kapnak, vagyis észreveszik, hogy turkál a szemétben, azt feltartóztathatják, vagy bekísérhetik a rendőrségre. 50 000 forint alatt a tette szabálysértésnek minősül, és 1 60 napig tartó elzárást, illetve 300 000 forintig terjedő pénzbüntetést kaphat érte. Ha 50 000 forintnál drágábbnak ítélik azt, amit magához vett, akkor az illető már bűncselekményt követel. Ha ráadásul mindezt üzletszerűen teszi, és például túlad a lopott tárgyakon, akkor akár 2 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Persze nem csak az sérti meg a szabályokat, aki ellop valamit, az is büntethető, aki a lomtalanításkor olyasmit helyez ki, amit nem szabad, vagy akkor teszi ki a hulladékot, amikor még nem engedélyezett. Ez köztisztasági szabálysértésnek minősül, és akár 150 000 forintjába is kerülhet az elkövetőnek. Mennyire szemét szabályozás már ez? Szóval hogy már a hulladékot sem viheted el, már a kukázást is tiltják, mert az a közterületeseké, tudod, annak is már megvan a gazdája, hogy már a szemétben se turkálhassál, hogy már azzal se számolhass, hogy amit más kidobott, az neked még hasznos lehet, az nem a tiéd, ahhoz neked semmi között. Mert olyas valakinek kell, akinek valójában nincs rá szüksége. A közterület fenntartónak van rá szüksége. A közterület fenntartó az be akarja zúzni. Neki az, ő azt a funkciót szánja neki, hogy így összeroppantja egy hatalmas préssel, még lehet, hogy a lom is azt a kis régi asztalkát lecsiszolgatja, újra festi, eladja a jó fogáson, és már keresett vele pénzt, és újra hasznosított. És értéket teremtett, vagy legalábbis fenntartott, vagy megóvott, de nem, azt be kell zúzni. Itt pont az a cél, hogy tudod, itt van ez az 50 000 forintos határ, hogy mondjuk, ha találok egy 49 000 forint értékű tárgyat, abból 90 000 forint értékű tárgyat hozzak létre. A szemét a legértéktelenebb dolog, tehát az a felhasználás, hogy akkor ezt feldolgozzuk, elégetjük, az a legértelmetlenebb. Értem én, és egyébként ez egy 8-10 éve kiadott rendelet, tehát ez 2013 óta így van, és a rendelet ellenére én nem látom a lomtalanítások mellett elhaladva, hogy ott ilyen bilincselő közteresek vegzálnák tömegesen és minden esetben és 100%-ban a lomtalanítókat, de az a helyzet, hogy ez a tevékenység végtelenül hasznos. Akármennyire is másfél napig a lakókörnyezetben áll a járdádon a nem esztétikus, oda nem való akármi, azok az emberek, akik ezt összeszedik, ebből még értéket csinálnak, és az a tárgy, ami még egyszer használtan eladható, akár felújítva, vagy olyanhoz kerül, akinek nincs pénze egy új darabra, de volna pénze egy használtra, ha abba 2 szöget bevertek, és az a negyedik láb az nem törött, ahogy neked már nem volt jó, akkor annak az embernek nem kell gyártani plusz egy olyan tárgyat, érted? Tehát ebből minél később lesz szemét, és akkor minél később lesz belőle új fölösleges termelés. Hasonló alapon teremtenek értéket ezek a charity shopok is, ahová beviszed a ruhát, és te nem kapsz érte pénzt, ők viszont pénzért adják el, és akkor lehet hőbörögni, hogy hát de miért nem adják oda a rászorulóknak, azért, mert aki rászoruló, annak nagyon jó lesz a 200 forint értékű póló, de hogyha itt egy olyan pólót vittél be, amiért valaki még hajlandó adni 2200 forintot, abból a pénzből 11-200 forintos pólót tudunk a rászorulónak venni, mi több a rászoruló konkrétan ott dolgozhat abban az üzletben, hát és fizetést vihet haza. A lomival kapcsolatban nyilván nem az zavarta a törvényalkotót, hogy itt érték keletkezhet, és mondjuk nem is gondolt rá, hanem hogy rumli van az utcán. Igen, meg az zavarta, hogy így rátelepszenek, mert az egyébként minden öntudatos polgárt zavar, vagy felháborít, amikor megy egy ilyen hívogató lomi kupac mellett, és így kiemelne onnan valamit, ami érdekes, mert hogy ugye azért a középosztálybeli polgár is meglát ezekben a halmokban valamit, ami felkelti az érdeklődését,
hozzányúl, és akkor így valaki így odaugrik, hogy hoppá, haho, ez az én kupacom. És akkor így rá, így tudod, végignézel a körúton, és látod, hogy mindegyik mellett ül már valaki, mert ez egy ilyen maffia, az így rátelepedett. És ez tényleg ez zavaró, azt én sem szerettem, hogy ez így intézményesült, hogy ő pont úgy, pontosan úgy viselkedik azzal a kupacsal, ami nem az övé, csak odalépett hozzá, és pontosan úgy viselkedik vele, mint a közterület fenntartó most a törvény jogán, hogy nem, az nem a tiéd, az az enyém. Tehát ők most kettőjük vitája. Valójában egyiküké sem, mert annyira az enyém is, mint az övé. Én azt mondanám, hello, amit te most itt meg tudsz ebből fogni, és a kezeddel el tudsz vinni, az tényleg a tiéd, hiszen ezt kirakták, ez a senkié, ez mindannyiunké. Meg amire rá tudsz ültetni egy családtagot. Igen, és ha én oda megyek és megfogok egy széket, ami nem ül a családtagot, hanem ott van, az meg az enyém. Tehát ezt nem, vagy tudod mit? Akkor bizniszeljük le, 100 forint. Tehát, hogy még ebbe is benne vagyok, hogy alkudozzunk, nem tudom, milyen alapon szerzett ő tulajdonjogot e fölött, de tudod mit? Megveszem utcai áron. De hát most ezt ugye ez a törvény ellehetetleníti. Egyébként nekem iszonyatosan jó élményeim vannak ilyen lomizással kapcsolatban 20-30 évre visszamenőleg, tehát tényleg annyira imádtam ezeket. Volt egyszer a Tilos az Á előtt egy fogtechnikusnak valami ládája volt kirakva, és azt így felnyitottam. Tudjátok, amikor kincset találsz, belenézel, és így látod, hogy van benne, nem tudom, 500 teljes fogsor, alsó-felső műfogsor. Fantasztikus, de így egyesével a fogak. És akkor ezeket elkezdtem így dobozostul betömködni a kabátom zsebébe, de hamar rájöttem, hogy ez így túl nagy helyet foglal, és akkor csak így a fogakat magukban a dobozokból kivéve, és nem tudom, több ezer mi foggal lett, jártam. Mi lett velük? Nagyon kellemes dolgok történtek velük. A legkülönböző helyeken volt, hogy valakinek készfogás közben így a markába csúsztattam 25 fogat, vagy a kocsmába haveroknak beledobtam a sörébe. Tehát mindenféle vicces dolgok, tudod, tehát, nagyon igen, szerettek. Ilyen kelléknek jó, meg horrorfilmben, mert senkinek a szájában nem lesz jó az, ami nincs annak a szájában, akinek a szájába készült. Igen. Csodálatos. Na mindegy, szóval azért ezek... Hát, hogy esetleg gyerekszépségversenyért meg lovaknak be lehet ezeket tenni. Ezeket a fogakat legyártották valakinek, aki aztán nem tudta kifizetni. Hát igen, majd nem jön rajta, vagy nem volt jó, vagy elpatkolt. Vagy nem volt jó. Tehát az ember a fognak a másik oldalán nem olyan alakú volt, ugye néha ezt így elméregetik, és nem tud becsukni a szádat, amikor betesznek egy hidat, vagy egy fogsor részletet, és addig bűvészkednek, amíg kiderül, most hogy jó, azért, ezt igen, újra a modern technikával ezt már megoldják, hogy ezt tényleg stimmeljen, de akkor még valószínűleg nem. Na minden esetre volt egy ismerős, aki meg azt mondta, hogy figyelj, lomizni úgy kell, hogy először felöltözöl az egyik kupacból. Tehát, hogy akkor vagy hivatásos lomis, úgy mehetsz végig a városon, hogyha már fel is öltöztél hozzá. Mindegy, csodálatos, ezt most nem is folytatom. Vessük össze ezt az ilyen érzékelt jólét, meg a tisztaságnak a szemszögével. Itt egy hallgató, illetve a Fővárosi Önkormányzat 2013-as közleménye lesz a szereplő. A közlemény így fogalmazott annó, hogy emlékeztettek rá, a kitett lomok tulajdonviszonya a törvényi szabályozás előtt rendezetlen volt, ezért csak korlátozottan lehetett fellépni az üzletszerű begyűjtők a lomisok ellen, akik lomtalanításkor szinte kiköltöznek a közterületekre. Tehát a cég, illetve nem ezt az önkormányzat mondja, tehát neki azért nem csak a tisztaság a feladata, hanem akár a közrend is, minden esetre rábízza a közrendet a köztisztaságnak a felelősségére, tiszta udvar, rendes ház. A hallgatónk pedig azt mondja, hogy valóban túlkapásnak tűnhet, hogy elzárhatnak lomizásért, de valamit csinálni kell, mert cserepekre törik a tévéket, hogy kiszedjék a fémet. Itt jegyezném meg, hogy ezek szerint azt a tévét már nem vesz senki, katolt sugárcsöves tévét, de fémet igen, tehát érvényesül az, igen, hogy aminek még haszna van, az hasznosul, nem kell belőle újat bányászni, aminek nincs haszna, azt kénytelenek vagyunk feldolgozni. De úgy folytatja, hogy letáboroznak, kifigyelnek, és bejárnak oda is, ahova nem kellene. És ez mondjuk érdekes, tehát hogy bizony, ugye olyankor a lomnak tűnő tárgyaknak esetleg lába kél, vagy kereke, hogyha kerékpárról volt szó. Emiatt értem az aggodalmát. De tudod, most olyasmit szankcionálsz, ami amúgy nem lenne törvénytelen. Már ennek a törvénynek az értelmében már az, de hogy igen, eddig nem lett volna az. Igen, és most arra hivatkozol, hogy de ezek lopnak is. Hát akkor büntesd a lopást, de ne a lomizást. Így van, így van. Ez, hát jó, de ezt nem a törvény mondja, hanem a hallgató. A hallgató gondolta, hogy esetleg ez is belejátszhat. Igen, de mondom, az lehetett irritáló, hogy ott ülnek. Az is lehet irritáló, hogy összetördelik a tévéket. Én is láttam ilyet, ahogy ott verik szét azért, hogy kiszedjenek belőle valamit, ami még értékes számukra.
csak hogy egyébként ezek a tárgyak amúgy is megsérülnek. Tehát amikor leviszed, már eleve nem úgy teszed le, hogy jaj, nehogy baja legyen. Másrészt meg két napig ott áll az épület előtt, ahol autók parkolnak, emberek jönnek, mennek, meg egyébként a suhancok csak úgy amúgy is belerúgnak. Szóval ezek úgy is össze-vissza törnek egy na de aztán jön a közszolgálatotatás, és tényleg összeszedik. Igen, ezt akarom mondani, hogy a végén így is úgy is takarítani kell. Tehát most azt nem mondjuk, hogy azért ne szedje ki belőle azt a fémet, mert aztán összetörik, hát hiszen amúgy is ott a végén az egészet, a stokkal vonulva föl kell takarítani. Nem azért takarítanak, mert ő összetörte, hanem mert magától is összetörte. És milyen érdekes, hogy a lomtalanítás az nem konténerben zajlik. Tehát ugye valami olyasmi szabály van, hogy lomtalanításra ilyen nagyobb bútordarabokat, olyasmit rakhatsz ki, amit nem tudsz a kukába egyébként kidobni, de ez bútordarab legyen nagyjából, tehát ne legyen építkezési törmelék, meg az előző bojlered, meg olyasmi, amit egy lakásfelújítás során te abba a konténerbe tudnál bedobni, amit te pénzért rendeljél is meg. Ugyanakkor nem ilyen konténer érkezik az utcán, az elé, az 50 ház elé, ahol éppen abban a két napban a lomtalanítás történik, hanem nincs konténer. Lehetne az is, hogy konténert tesznek ki, és akkor tessenek ide beledobni, és akkor majd, amikor a tévét szétverjük, akkor annak a szilánkjai a konténerbe hullanak bele. Csak az nyilván hely sincs ehhez, meg konténer sincsen elég. De meg azt se tudják, hogy milyen mennyiség, mert hogy az is nagyon változó. Például egyébként én falun lakom, ott a lomtalanítás azért nem ekkora mutatvány, mert hogyha van egy szekrény, ami mondjuk már a nappaliban nem oké, akkor azt kiviszed a műhelybe, és ha már a műhelybe se szereted, mert lejár az ajtaja, akkor kirakod a fáskamrába, és akkor abba tojnak a tyúkok, és onnan ha már ott is szétrohadt, mert kidől az ajtaja, és már rád borult, és az már tényleg kellemetlen, akkor eltüzeled. Ezért falun nem nagyon találsz értéket lomint, tehát ott az úgy... Értem, hogy értéket nem találsz, de ez a tökéletes, tudod, úgy, ahogy az indiánek megeszik a tarantulát, hogy csak a két kis csáprágó marad belőle, mindent megesznek belőle, amit tudod, gyásra tűzik, meggyújtják, és ami ilyen kitínszerű volt, azt nem eszik meg belőle. Na most szerintem nem tűnik el minden variabútor így falun, ahogy mondod, mert ugye a kerékpár például az nem annyira éghető. Hát ezt eltolják vasnak, ott az van. Szerintem ott komplett készlet jön létre abban a műhelynek nevezett izében, amíg még ember befér oda, addig műhely, és egyszer, igaz, amikor az utolsó régi hűtőszekrény tolod be már a saját magad helyére, onnantól már nem műhely, hanem a lomtalanítás pauzéra van téve a kerted végében egy ilyen sufni tele szeméte. Minden esetre ez a szabályozás ez nagyon jól beleillik a hazai neoliberális hétköznapok. Ez a Thomas Hobbesnak az ember-embernek farkasa, ahogyan ő fogalmazott. Ez az, akinek van, az kap még és még és még és még, akinek nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. Tehát ez tényleg a társadalmi különbségeknek a folyamatos szélesítésére, ennek az ollónak a folyamatos nyitására szolgál. Mint hogyha ez lenne a társadalmi közérdek. Pedig hát pont az ellentéte. Hát ez nem a társadalomnak az érdeke. Egy társadalom attól társadalom, hogy azok, akiknek több jutott, azok bevállalnak bizonyos áldozatot annak érdekében, hogy azok, akiknek kevesebb jutott, azok gyarapodni tudjanak, és ez az olló, ez záruljon, és ne nyíljon. Hát ez lenne a közérdek, és minden más az meg az egyéni önzés. És itt meg az állam nem a társadalmi érdeket, nem a közös érdeket szolgálja, hanem mindig meghasítja a társadalmat, és általában vertikális tengelyen hasítja meg a társadalmat. A gazdagok, azok, akik a jó érdekérvényesítő képességűek, azok, akiknek ő kedvezni akar, a szegények, azok pedig hát pusztulnak, azok majd kihalnak, azok biztosítják a társadalomnak azt a dinamikáját, hogy hát igenis, féljél. Féljél a lecsúszástól, mert még a lomot sem viheted haza. Féljél a lecsúszástól, teljesítsél a piacon, termeld a GDP-t, mert senki nem fog sírni utánad, és senki nem nyúl utánad az utcakövére. Olyan ez, mint azok a padok, amiket lecserélnek olyanra, amire nem lehet lefeküdni. Tudjátok, vannak azok a padok, amin el tudsz feküdni. Azért, hogy három személyes pad, két könyöklővel középen. Nehogy már a hajléktalan itt feküdjön ingyen. De ezt azért megcsinálják, ha hogy mondjam, a jólétben
Budapesten élők számára is a repülőtéren, tehát hogy ott se aludjál. Igaz, hogy 12 órát kell várnod a járatra, ami majd tovább visz. Vagy... De az is egy szolgáltatás, van egy fülke, és hogyha azt kifizeted, amivel már termeled a GDP-t, meg munkahelyeket teremtesz, akkor oda befekhetsz. Ők addig nem nyugszanak, amíg nem mindenki egy ilyen VIP lounge-ban van. Tehát, hogy mindenki fontos embernek érezze magát. Ők ezt értet teszik, hogy te is végül is ráébredj, hogy te nem egy alvó hajléktalan vagy, hanem egy very important person.